Városunkban ünnepelte 70. születésnapját Csák Máté. A műépítészt az Anna átriumban köszöntötték barátai, tisztelői, a művésztársak és persze a családja. Az ünnepnap azonban a művészpártoló Körmendi Csák házaspárhoz hűen különleges tárlatlátogatásukra is lehetőséget biztosított, mind az Artner palotában, mind a Templom utcai barokk paloták szoborkertjeiben. A születésnapon az országos főépítész Fegyverneki Sándor méltatta a 45 éve a műemlékvédelemben dolgozó Csák Máté munkáját. A főépítész egyben bemutatta az ünnepi könyvhétre megjelent az ünnepelt második szerelméhez, Sopronhoz fűződő kapcsolatát bemutató könyvet. A műépítész a Műemlékek városában Csák Máté Soproni épületei című kötet bemutatja a történelmi belváros azon műemléki épületeit, amelyek Csák Máté munkájának és anyagi áldozatvállalásának köszönhetően ma újra régi fényüket mutatják, megújult belső terekkel, funkciókkal. A könyv bevezető tanulmányát több építészeti ismeretterjesztő könyv szerzője, Vadas József művészettörténész írta.